Második generációs i 3 proci, 8 GB RAM. Ennyit tud ma a legerősebb itthoni asztali pc -n. Használtam, vettem egy fél éve, 13 ezer forintért. Azóta már vagy egy tucatnyi videót megvágtam, és több ezer képet szerkesztettem rajta. Viszont a minap felvilágosítottak, hogy ilyen gyenge gépen nem lehet videót vágni, de még szöveget szerkeszteni sem, és különben is. 120 ezer forint alatt használtan sem lehet kapni gépet. Na ez egy hatalmas baromság, mégis rengetegen ezt hiszik. Azoknak, akik olyanok, mint én, és nem szeretnének vagyonokat költeni számítógépükre, ma be fogom mutatni Premier a Premiere pro a proxy használatát, amivel bármilyen gyenge gépen lehet akadás nélkül akár 4K videót vágni. Nézzük meg először a technológia alapjait. A proxy annyit tesz, hogy nem az eredeti videót látjuk a szerkesztés alatt, hanem egy lekincsinyített mását. Ennek hála a vágás sokkal kevésbé gépigényes. Gondolj csak bele, van egy 4K videód, ez nagyon jól mutat egy hatalmas tévén, de a ablakban teljesen felesleges. Konvertáljuk le a 4K-t HD-ra. Már is akkora mérete, ennek hála szerkesztése is sokkal kevésbé gépigényes, viszont a munka befejeztével ugyanúgy ki tudjuk renderelni a 4K-t, mintha az a HD lenne, így a szerkesztés sokkal gyorsabb lesz, de a végén nem fog látszódni a kész videón, hogy mi proxival dolgoztunk. Ma Premier próban fogom bemutatni a proxy létrehozását és használatát. A proxy funkció a 2017-es Premier próba került be először, szóval erre vagy ennél újabb verzióra lesz szükségünk. Én is sokáig a 2015-ös Premiere-t használtam, de aztán a proxy miatt váltottam a 17-esre és meglepődtem, mivel nem hogy lassabb lett, de gyorsabb lett, szóval bátran ajánlom mindenkinek. Szükségünk lesz még egy másik programra is, az Adobe Media Encoderre. Ez lényegében egy kiegészítője az Adobe videószerkesztőknek. Egy a feladata renderelni. Nagyon fontos, hogy ugyanolyan verziói szerezzünk belőle, mint amilyen premierünk van, mivel egyébként nem fognak tudni kommunikálni egymással. Például nekem CC 2017-es premier van, szóval 2017-es média van hozzá szükségem. Minden megvan, kezdjük végre a munkát. Először létre kell hoznunk egy presetet. Magyarul előbeállítást, ami alapján létre fogja hozni a média encoder a proxy fájlokat. Először nyissuk meg a média encodert. A Preset Browser ablakban nyomjuk meg a kis plusz jelcskét, majd választjuk a Create Encoding Preset opciót. Ekkor megnyílik a Preset beállítások menüje. Rengeteg sok nagyon ijesztő beállítással, amiken én szépen pontról pontra végig fogok menni, és megbeszéljük, hogy mit, hogyan kell beállítanod. Mielőtt bármit elkezdenénk, állítsuk a formátumot QuickTime-ra, a Based on Preset-et pedig GoPro Cinefone Youth 10 re Ezek fogják jelenteni a későbbi beállítások alapjait. Kezdjünk rögtön a legnehezebbel, a videó beállításokkal. Vedd ki mindenhol napipát, mindent manuálisan fogunk beállítani. Az Expect beállítást állítsd 1.0-ra. A legtöbb videokamera ebben szokott mostában forgatni a field order pedig progresszívre, ez teljesen megfelelő lesz számunkra. Frame rate, magyarul FPS vagy képkocka sebesség. Ezt az határozza meg, hogy milyen FPS-ben vetted fel a videót. Hogyha 30 vagy 60 FPS-sel állítsd 30-ra, ha 50-nel vagy 25-tel állítsd 25-re. Ha pedig valami egyéb mondjuk 29,97 századra, akkor ne variálj, állítsd arra. Ez azért nagyon fontos, hogy a proxy file ne csúszson el az eredeti videótól. A következő érték, amit be kell állítanod, az a videó szélessége és hosszúsága. Ehhez pontosan kell értened, hogy mi az a felbontás és hogyan működnek a kijelzők, úgyhogy most dióhéjban ezt el fogom magyarázni. Remélem az egyértelmű, hogy minden monitor pixelekből áll, a felbontás pedig azt adja meg, hogy függőlegesen és vízszintesen hány pixelből áll a kép. Én is és legtöbben közületek is full HD-monitort használnak. Ez 1920 x 1080 pixelből áll. Ha nem tudnád, mekkora a monitorod felbontása, jobb klikk az asztalon, képernyőbeállítások, és itt megtalálod. Na akkor, fogjuk a monitorunk, és játszunk le rajta egy 4K videót. Egy a gond, a 4K négyszer akkora felbontású, mint a Full HD. Úgyhogy vagy levágjuk a széleit, vagy lekonvertáljuk Full HD-vá. Így viszont ugyanúgy fog kinézni, mintha egy sima Full HD videót néznénk, csak sokkal több előforrásba fog kerülni lejátszása. Mivel először be kell töltenünk a 4K képet, lekonvertálni Full HD-ra, majd azt megjeleníteni? Na most, megnéztem, és az alapbeállítások mellett a Premiere-ben a kép, amit nézünk egy Full HD monitoron, 730 x 410 pixel felbontású. Magyarán felesleges ennél nagyobb felbontás, mivel úgysem fogjuk látni a különbséget. Attól azt szokták ajánlani, hogy 1280 x 720 pixelt állítsunk be, azaz HD felbontást, hogy lehessen kicsit nagyítani a szerkesztés közben és a képben minőségromlás nélkül. Én azt javaslom, hogy ha hasonló teljesítményű géppel dolgozom, mint én, akkor HD-re állíts be, mivel még bőven el fogja bírni a géped ezt a felbontást is. Ha gyengébbel, akkor viszont 360P-re, azaz 640x360 pixel felbontásúra állítsd, hogy simábban fusson a vágás. Utolsó lépésként meg kell nézni, hogy le van-e tolva a minőség, azaz quality egyesre, azaz a legrosszabb minőségre. Mivel most nem az számít, hogy jó minőségű, hanem hogy kicsi fájlokat kapjunk. Végül nevezzük el, majd nyomjunk rá az OK gombra. A következő lépésben át kell alakítanunk ezt a presetet Premiere pro is olvashatóvá. Ehhez nyomjuk meg a kis plusz újra, aztán Create Ingest Preset egy újabb beállítások menüben találjuk magunkat. Pipáljuk be a Transcode Files to Destination opciót. A Destination alatt válaszunk ki egy random mappát a gépen, teljesen mindegy, hogy melyiket, a lényeg, hogy ne rendszer mappa legyen. Ebben nem fog semmit írni a Premiere Pro, csak most idénesen be kell amit jelölni, de nem fog be semmit se belemásolni. Aztán a formátumot állítsuk át QuickTime-ra, a presetnél pedig válasszuk ki az előbb létrehozott presetet nevezzük el ezt a presetet is, lehetőleg úgy, hogy a végén ott legyen ott ingest, hogy tudjuk, hogy ezt kell majd betöltenünk a Premiere pro -ba. majd nyomjunk rá az ok -ra. Oké, okay, a munka már túl is vagyunk. Már csak meg kell találnunk, hogy hová is mentette el a média encoder létrehozott proxikat. Úgyhogy nyomjunk rá jobb klikkel az Ingest proxy-ra, majd válasszuk a Reveal Preset opciót. Ezzel megnyitja szépen egy mappában a proxyt, amit előbb létrehoztunk ne zárjuk be ezt ablakot, szükségünk lesz még ennek az elérési útjára. Csukjunk le minden tárcára, aztán irány a Premier. Itt is vagyunk a Premierben. Betöltöttem 4 darab 4K 10 másodperces videót annak a demonstrálására, hogy milyen is ezeket szerkeszteni. A videókat megtaláljátok a leírásban, kipróbálhatjátok saját gépeiteken, hogy mennyire sima a szerkesztés. No játsszuk az egyiket, ugye teljes felbontásban talán látszik az, hogy nagyon-nagyon akadozik a videó, és nem így simán fut, hanem néha meg, megakad, megáll, nagyon-nagyon kevés FPS van. De nézzük meg egy másikat is. Na jó, hát ez borzasztó. A végére már teljesen le is fagyott. Na aktiváljuk végre a proxikat. Én már betöltöttem a nyers 4K videókat, úgyhogy nincsen más dolgom, mint kijelölni mindet, rájuk nyomni jobb klikkel, és a proxy alatt kiválasztani a Create Proxy opciót. És már megint egy beállítások menüben találjuk magunkat. Itt be kell töltenünk az Ingest Preset-et, amit legutóbb létrehoztunk. Ehhez nyomjuk meg az Add Ingest Preset opciót. Most megnyílik egy tallózás ablak, ahol be kell tallóznunk a fájt, ami még meg van nyitva a presets mappában. Ennek a legegyszerűbb módja az, hogyha lemásoljuk az elérési útját, és egyszerűen bemásoljuk a tarlózás ablakba. Ekkor csak kiválasztjuk a már létrehozott ingest presetet, és megnyomjuk a megnyitás gombot. Ha emlékeztek még, volt legutóbb egy mappa, amit betallóztunk bár, de azt mondtam, hogy nem fog semmit írni bele a Premiere. Ez azért volt, mivel ebben a lépésben itt szépen ki lehet azt választani, hogy abban a mappában írjon a Premiere, amit ugye akkor kiválasztottunk, vagy a proxy alakítandó fájlok -ok mellé egy proxy mappába. Én ezt javaslom mindenkinek, és ez van nálam is kiválasztva. Végül rányomunk az OK gombra, és a Premiere szépen átküldi a proxy fájlokat a Media Encodernek, ami aztán földolgozza őket proxy -vá. Ez nagyjából egy fél-egy percet vesz igénybe ennél a 40 másodpercnyi videónál. Nagyon jó. Létrejöttek a proxy fájlaink, viszont nem tudjuk még őket aktiválni. Hogy a preview ablakban, azaz az a élőképnél, vagy nem is lesz, hogy mondják is, a videó ablakban, a proxy lássuk, és ne a eredeti 4K videót. Ez meg kell nyomnunk a kis plusz és van egy toggle proxies opció, amit be kell húznunk ugye az eszköz hogy megjelenjen, és tudjuk majd használni. Bekapcsolom proxy használatát azzal, hogy ezt a kis ikonkát kékké változtatom, és nézzük csak, hogy mennyivel lett jobb a lejátszás minősége. Sehol egy akadás, gyönyörűen fut minden. Ezért szerintem már megérte létrehozni proxikat, viszont attól nézzük meg azt, hogy milyen minőségű is ez a videó, ha kicsikét belnagyítunk. Szerintem jól látszik az, hogy amikor a proxik aktivál vannak, azaz a kisebb fölbontású élőképet látjuk, akkor ha nagyon-nagyon benagyítunk a képbe, egy kicsit homályosabb, pixelsebb képet látunk, de még ezen is bőven elkülöníthető minden fontos objektum a képről. Úgyhogy végezetül hasonlítsuk össze, hogy milyen minőségű az élőkép 4K-ban és proxik használatával HD-ben. Most látszik az igazán, hogy 4K videó vágására szinte használhatatlan lenne a gépem, de proxy használatával simán fut az is. Egy kicsit gyakorlatilasabb példa. Nézzük meg azt, hogy milyen, amikor tekerünk a videóban így gyorsan, és csak gyorsan át akarjuk futni azt, hogy hol mi van a tartalomban. Itt is proxy nélkül össze-vissza szaggat és használhatatlan, proxival viszont szépen simán mutatja az élőképet. Ez szép és jó, hogy ennyire gyorsá és folyamatossá teszi a vágást, Viszont van egy hátránya a proxiknak, amit még nem mondtam el, és ez a helyigényük. Itt jól látszik, hogy ezek a 4K videók, amik 10 másodpercesek, egy olyan 50-80 gB-t foglalnak. Na most a proxik darabja is ugyanannyit foglal. Magyarul kétszer annyi helyre van szükség egy proxis vágáshoz, mint egy sima vágáshoz én szerintem ezzel együtt még mindig jobban megéri proxival vágni, mint egy még erősebb gépet venni, mert sokkal olcsóbb egy Winchester, mint egy komplett új számítógép. Másrészt, miután készen vagy a vágással, akár már leadtad a megrendelőnek a videót, utána simán lehet törölni a proxikat, ezzel egy csomó-csomó helyet felszabadítva. De a kell később is bármikor újra generálhatóak, akár kisebb, akár nagyobb felbontásban, úgyhogy ilyen téren egy nagyon nagy szabadságot ad az egész uh, media megoldás, mivel Tényleg bármikor, bárhogyan letörölheted, újra számoltathatod a proxikat, anélkül, hogy a Premiere próban a már kész vágásod bármit is változna. Nem kell minden egyes alkalommal végigmenni a rengeteg sok beállításon. Egyszer kell létrehoznod az Ingest Preset-et mindenféle fajta FPS-hez, amit ugye szoknál, szoktál használni. Én például 25 és 30 FPS-hez hoztam létre, és így akárhányszor egy videót betöltök, és létre akarok belőle hozni egy proxyt, csak kiválasztom azt, hogy éppen melyikkel. 25 vagy 30, és utána már lehet is létrehozni a proxifájt. Úgyhogy a Media csak egyszer kell létrehozni a preseteket, egyszer kell csak végigmenni ezen a hosszú beállítás folyamaton, amit én is most bemutattam, utána már csak használni kell a kész fájlokat. Hát ennyi lett volna a mai videóm, köszönöm, hogy megnéztétek, ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, és nyomjatok egy lájkot, hogy tudjam, hogy szeretnétek még ilyen tartalmakat látni. Sziasztok!